srácok, most ülök be a kocsiba, apát várom, hogy jöjjön már végre, meg kellett nyissen fel a garást, meg ilyesmi. Ő még öltözködik, késésben vagyunk nagyon durva szinteken, és csücsönünk a kis bömösbe. Hát srácok, a mai napon a kis bömös le lesz tesztelve, kíváncsi leszek, hogy mit tud és mit nem. Ugye nyilván ez egy driving cam, a kis papcánkon is fog múlni, hogy mit tud. De hát meglátjuk, ott találkozunk srácok. Na hát itt vagyunk, azért vannak itt autócsodák, fiam. Hát itt vannak, ja, itt vannak autók igazából. M2, M4, igazából M5, ugye a legtöbb. M3 hát, Touring. Igen, lesz itt azért egy kis ereszdel a hajam is. Fellocsolt pályás részeket látod, hogy driftel az autó? Látom. Azokat kezdjük el majd itt gyakorolni. Ez kemény. Elmondom neked, hogy az a fehér gyantás rész, az olyan, mintha jégen menné. Egy kis gázfröccs és egyből megy minden. Stresszeltek mindennel. Kemény lesz. Egy összkerekes autóval megugrani itt a feladatokat. Ez amúgy jó, most jól csinálja. Amikor látod, hogy az autó eleje jönne vissza, akkor lehet hozzá a gázfröccset adni megint, jó? De nem engedjük vissza kopra a gázt, mert akkor elveszed teljesen a nyomatékot, akkor így vagy berántja az elejét, vagy alulkormányzottá fog válni. De próbáljuk lineárisan uralni ezt a... Így van. Jó. Ez most így neonkampó lesz, figyeld meg. Így most jobb? Egy is van csúszik az. Nagy gáz, és már kérünk, dobna elvileg. Én meg alulkormányzatnál. Hallott fiam, azért így nem egy könnyű dolog azért ez, nem? Ez egyáltalán nem. Én ahhoz vagyok szokva, hogy határon autózom sokszor, de nem jutok eddig a szintig, tehát így megengedjem, hogy így elcsúszson az autó. És látod, abban a pillanatban, hogy megcsúszik, abban a pillanatban reflexzerűen próbálom egyenesbe állítani. Én azért nem forgattam be, mint a többi, tudod? Tehát, hogy én azért megfogtam a dolgokat, de ugye ezt kell leküzdeni, okay, hogy hagyjad, hogy csúszson, tudod? Nem tudom, lehet, hogy nekem jobban menne. Nem menne neked sehogy se. Elmondom neked mondani, hogy izi, először menj rá, túl izi. Itt nagy stressz alatt vagy, érted? Nem, menj rá először, el kell fordítom balra a kormány, és utána, érted? De ez ugyanígy van a izénél is. Gokárban is, meg minden ilyennél. A elektromos roller, mindennél így van. Hát igen, fiam, csak itt ülsz egy összkerekes autón, amivel kikapcsolod a dolgokat, itt nem könnyű. Tehát itt ez nem úgy van, hogy itt megcsúsztatod, érted, mint egy hátsó kerekes autót, és akkor az megy magától, tudod? Meg kell találd a gázreakciót, hogy kellőképpen nyomjad, a kormány, hogy jól álljon, a sebességet jól megválasztani, és minden ilyesmi. Nem könnyű. Hát ja. Rántópad, vagy ez nem tudom micsoda. 45-tel kell rámenni. Figyelj, hogy eldobja a segít. Úgy ki fog minket kúrni. Jó. Azt, jó. A tempó is egy kicsivel nagyobb volt a kelleténél, jó? 45-ről beszélünk. Hát 45-tel kellett volna menni. Hallod, elszálltunk. Nem kell itt rajoskodni. Hallod? És hát a következő, a feladat. Ez kemény lesz, igazából. Srácok, itt az a feladat, hogy előttünk láthatók ezek az autók, és van egy baj, 80-nal kell kikerülni rögtön. Nem, tehát itt ugye a baj az, hogy mész a sávodba, és 80-nál fék nélkül át kell menjél egy másik sávba úgy, hogy mondjuk az előtted lévő akadály tud kikerülni. És hát nem is gondolná az ember, egy uri vezető, aki nem mozdult ki még a komfortzónájából, hogy ez azt jelenti, hogy mész is, így el kell rántani a kormányt. A menet közben el tud jobban rántani, hát meglátjuk, hogy nem-e fogjuk ugye ezzel a magas építési autóval a bójákot szanak széjjel ugrasztani. Tehát 80 fék nélkül, bam, bam, vissza. És utána megfogni, hogy ne az legyen, hogy elrántod, visszarántod, aztán össze-vissza kezded rángatni és leesel a pályáról. Tehát, szemmel fiam, az. Szerinted összerakjuk ezt most? Hát, hogy ne raknánk össze. Ú, de be van feszülve. Behajlítva az alkar, nem válból, alkarból, pam, pam. Jó, meg lesz ez. Na és srácok, most indultunk el. Ez 80. Júj. Teljesen jó volt, tehát ezt az utolsó bóját ezt itt kinyírtuk, nagyon korán húztad rá, tehát így rá kerékkel mentél át a bóján. A vége az meg igazán, de volt hanyagság.
Természetesen a normi gyerek megunta a banánt, elment és úgy döntött, hogy egyet gokártozik. Apukája majd megoldja a feladatokat, ahogy akarja. Nem volt könnyű egyébként ez a BMW vezetés technikai tréning. Az ember azt gondolja, mennyire pro és mennyire fasza, és a végén kiderül, hogy akkora hülyeségeket tudunk csinálni abban a pillanatban, hogy egy kicsit kimozdulunk a komfortzónába, hogy valami egészen elképesztő. Én azt gondoltam, sokkal több mindent tudok kihozni ebből az egészből. Na de megyek, megkeresem, hogy hol van a normi gyerek. Tolják normi gyereket, jaj, de tolják normi gyereket! Ott jön a normi gyerek, oda néz, hogy tolja neki! Na mi van, kedvet kaptál, fiam? Milyen volt? Jó volt, nagyon, még van pár körünk szerintem. Tényleg? Kettő, ennyi van. Mennyi? Kettőször. Hát arról volt szó, hogy sietünk haza, ahhoz képest, hogy tényleg befizettél erre? Hát ja, három. Hát de otthon vár a Fatima. Tudom. Ja. Még nincs otthon. Még ja, értem. Még úton van, majd nyomhatod hazafele, jó? Oké. Hát igen, bekerültem a Tugóba, araszolok éppen, és arra gondolok, hogy már csak kettő nap van, amíg elutazunk anyácskával, rengeteg dolgot meg kell szervezzünk, addig itt vannak a szerelők, itt van a hőszivattyús, itt van a festő nálunk közben, füvet kéne nyírja, közben vár bent a Bence, rohanok a fodrászhoz, mennem kell ugye a BE kategóriából, le kell vizsgáznom, tehát rengeteg dolog van, minden esetre ráadásul a Bence is jön le, mert hogy meg kell beszéljük, hogy mi legyen az útmutatás, mit hogy kell csinálni, mi nálunk a napi rutin. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az első ilyen kezdeményezés, de hát tudjátok, ha jól megvan szervezve egy egymásra épülő stratégia, akkor az már fél siker. Én úgy érzem, hogy ezt össze tudom rakni, be kell még pakolni a motorba, szóval van tennivaló, de szeretjük a kihívásokat, meglátjuk, hogy hogy jön össze. Fú, gyerekek, ez a csávó egyszer az eszét fogja elhagyni. Most a táska elhagyta fönn. Közben rohan a fodrihoz. Tessék, csávó. Frankon mondom, azt tudja, hogy egyszer elfogom az eszemet is. Pont ezt mondtam, ahogy jöttem le, pont olyan ezt mondtam. Olyan basszus, hogy én eljövök, mindenhol ott hagyom a szemüvegemet, ezt, azt, amazt, tehát ez valami egészen elképesztő. Köszönöm, figyelj, viszont rohanok is, mert hogy benne van a jegyzetem, be kell szaladnom a Samsungba, ott van egy kis meetingem, majd utána jövök vissza, gyorsan még el kell rohannom a fodriba, tehát ezer dolgom van. Leszel? Meddig leszel itt, Kámi? Persze, fél három. Jó. Megy egy kis barátom, akkor majd jövök, jó? De várjál, tudod, mit akartam még gyorsan kérdezni? Van még kettő perced? Sietek, de miért? Mi lenne, ha csinálnánk neked most már tényleg? Mert tudom, hogy szeretsz beszélni. Tudom, hogy szeretsz a Norbihoz oda csücsülni, kérdezni, felelni, stb. Stb. Mi lenne, ha csinálnánk neked egy podcast csatornát? Podcast csatornát? Hetente egyszer mondjuk szerinted fellövöd. Szerinted hova, melyik időzónába próbáljam azt megoldani? Mert állandóan tele vagyok mehova, meg tudom. Futok, meg motorozok, meg mindent is csinálok, barátom. Csak esetleg tudom, mondjuk egy ilyen kis csatornát. Arra gondoltam. De arra gondoltál? Aha, úgy podcast csatornát, mert tudom, hogy érdekelni az embereket. Gondolod? Aha. De hát figyelj már, a normi gyerek belakta az egész házat, most vagyunk egy nagy felfordulás előtt, nem is tudom, hogy lehet. Várjál. Hát hónap megyek a Gercóhoz, a Gercóik elköltöznek, visszakerül a kis lakás. Igen. Mit szólnál akkor, hogyha mondjuk csinálnék egy ilyen csatornát, és mondjuk Gercó, ahol most van neki a dolgozója, oda beraknák egy saját gépet, és ott lenne a kis stúdió. Szerintem több, mint tökéletes. Sőt, ott ugye a nappaliba lehetne csinálni egy jó kis ilyen podcast részt is, ahol mondjuk meg lehetne hívni embereket, beszélgetni, stb. Kanapé, ilyesmi, jaj. Na, mit szólsz hozzá? Na, ezt megcsináltuk. Több, tudod, mint tökéletes. Holnap fölmegyek és fölmérem a telepet. Jó, tudod, mi lesz a neve? Mi? Steve Talks. Ne. De. Hát és ugye nem, hogyha foglalt, akkor mit csinálunk? Megveszünk, vagy mi? Aha. Nem rossz ötlet. Gyorsan lefoglaljuk. Jó, figyelj, akkor gyorsan fuss el neki. Még mielőtt kimegy a videó. Na jó. Jó van, hát figyelj, megleptél, most őszinte leszek, hát csinálhatok maximum, figyelj, csinálok egy podcastet, lehet, hogy többet nem kell, aztán ennyi volt. Annyi. Mi bajunk lehet? Semmi az égben. Na jó van, na várlak fent. Rohanok, oké, ölelés. Ölelés. Eljött a pillanat, hogy mától szabadságon vagyok, ledobom a kis szeruzámat, megyek a Bencére, áttalom az összes feladatot, és mostantól kezdve már csak a motorozás, és már a jó kis korzikai part, a Napóleon háza, a Ferrari múzeum, és csak ilyenekkel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy megyek, megnézem a Bencét, hogy hogy áll, mert hogy össze fogja készíteni a gépét, mert hogy az irodáját nálunk fogja felépíteni, egy csomó dologgal bíztam meg. Gyertek, nézzük meg, hogy halad a srác, kíváncsi leszek rá, hogy mennyire elkötelezett, mert hogy egy pár napja még nagyon-nagyon élvezte a sztorit, a helyzetbe beleképzelte magát, remélem, hogy ez így is marad. Itt vagy, barátom! Vagy nem is tudom, most hogy szólítsal, akinek kezdve, bébicsősz, vagy mi is vagy te? Vagy fater, tényleg?
Oda néz, hogy összerakta a kis gépét. De most akkor tulajdonképpen hozzánk tényleg kajakra becuccolsz, és otthonról fogod majd csinálni a dolgokat? Figyelj, én is ezt csinálnám helyedbe. Tehát akkor felkészültél, minden sztori adott, úgyhogy hadd szóljon. Oké, tudom, hogy szeretsz engem, meg megbízol bennem, meg ilyesmi, de hogy rám esett a választás? Gyere, így elmondom. Ez ilyen hosszú sztori? Röviden megpróbálom elmondani. Vártam már egyébként ezt a kérdést. Nagyon egyszerű oka van. Tudom azt, hogy te is igen fiatalon saját talpadra álltál. Ha jól tudom, 14 éves korodban már önfenntartóként üzemeltél. Nem egy hátrány ez. Én is erre az oldalról jövök. Saját talpamra kellett állnom. Így ezek az emberek sokkal jobban tudják azt, hogy igazodjanak ki különböző dolgokon. A másik, ugye van egy önös érdek is, ugye az én részemről. Mégpedig az, hogy mivel, hogy Amerikába jártál suliba, és nagyon jó az angolod, egy dolog, ami nagyon-nagyon lényeges nekem, tehát oké, hogy elmegyünk, mi jól érezzük anyával magunkat, de nagyon-nagyon szeretném azt, hogy a gyerekek közben edukálódjanak és fejlődjenek. Így hát az az egyetlen komoly kérdésem van feléd, hogy csak angolul lehessen otthon beszélgetni. Nyilván, ha stream van, ilyesmi, nyilván az más, de abban a pillanatban, hogy elmész a Normanél, angolul szólsz hozzá, és otthon is végig csak az angol megy, ezt kell nekem megígérned. Minden lehetőséget biztosítok, mindenben partner vagyok, azt csináltok, amit akartok, úgy csináltok, ahogy akarjátok, te vagy mindennek a felelőse, ez az egy kérdés, plusz az angol. És tényleg, ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az angol nyelv nagyon fontos, az, hogy nyelveket tanuljanak, oké, tanulják a suliba, nagyon jó tudják ezt a street nyelvet, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de az édes kevés, úgyhogy kicsit, figyelj, te is gyakorolsz, ők is, és akkor én meg tök boldog vagyok. Jó. Minden esetre köszönöm tényleg, hogy elvállaltad, barátom, megyek én haza, majd akkor otthon várunk téged, jó? És akkor otthon találkozunk, mert nekem is ezer dolgom van, jó? Összedobálom, aztán megyek. Jó, rendben. Hallod, király, visszatérve még a pólóval kapcsolatban. Milyen pólóval? A silló szlájdos pólóval kapcsolatban. Ó, Bence. Igen? Figyelj, én letettem a tollat. Gyere, ülj le ide, szépen csücsenj le, 10 napig mindenre lesz idő. Azt csinálsz, mit akarsz. Figyelj, jó. Őszinte leszek. Megcsinál, nem csinál. Te dolgod, te feladod. Figyelj, én befejeztem, én hagyjatok békén. A gyerekek is, te is, én hadd tudjak menni a kis dolgomra. Jó? Én Szabin vagyok, ne keressek. Ez a lényeg. Figyelj, csak akkor hívjatok, ha ég a ház. Okay. De akkor nagyon. Akkor sokszor egymás után. Jó. Addig semmire nem akarok. Jó, akkor oda a főnökszékbe üljek le, nyugodtan. Ide szépen leülsz, okay. Gondol lesz a szemcsit is odaadom. Hagyjatok engem békén, hadd tudjak menni a dolgomra. Jó. Okay, megbeszéltük. Hallod, Normi? Igen. Azt mondja, vágod, hogy ez az utolsó nap, hogy itthon vannak még anyáik? Tehát nem sokára jön a Bence, itt lesz, meg kell beszélni a dolgokat. Ja, és tudod, mit hallottam apától? Miért ne tudnám ezt leugni? Mit hallottál? Azt hallottam apától, hogy csak angolul fogunk tudni beszélni. Azt mondja, tanuljunk meg perfektül angolul. Úgyhogy nem tudom. Jézus, ezt mondta apa, esküszöm hogy neked. Hogy mondta volna már ezt? Szerinted ezt behazudom neked, vagy mi? Hogy lehet gyengését italálni? Hát nem tudom, apát kérdezd. Ez nem neki hívás, amikor beszélgetni. Hát ő mondta, aztán nem tudom. Édes, nem sokára jön a Bence. És mit fogunk csinálni hétvégén? Mik a tervek? Lehet csinálni, hát bármit konkrétan. De hát jön a Bence, figyelj, nálam nem úgy van, mint apáiknál. Érted, hogy Bencénél bármit lehet. Spanok vagyunk konkrétan, olyan spanom lenne itt 10 napig. Hát fura lesz azért. Nem lesz olyan jó kaja, de hát mindegy igazából. Nem tudhatod. Angolul kell beszélni. Számodra ez a kihívás. Számomra? A számodra. Inkább számodra. Na mindegy. Nem sokáig itt a Bence, aztán gyere, beszélj meg a dolgokat, jó? Jó. Na megyek a kicsi lányomnak. Egy jó kis ajándékkal készültem. Oly oda néz, hogy szereti a kis telefonozást, várja a Pinci Bencét, hogy megérkezzen. Mert hogy holnaptól szabad a pálya, nyugalom, Hawaii Digi napfény, bárhova megyünk, Bence vigyél vásárolni, Bence adj egy kis kaját, Bence légy szíves, így, úgy, amúgy. És ők már várják, hogy nem lesz itt az anyukájuk, aki mindenbe beleszól és elmondja, hogy mit lehet és mit nem lehet. Úgy érzed? Hát nem úgy érzem, nem az én mondom, csak nem tudhatjuk. Kíváncsi leszek minden esetre, ez most egy új dolog. Na de, ami a lényeg. Tintirintirin. Szeretnék ezzel a kis ajándékkal gratulálni neked, mivel hogy sikerült a vizsgád és fölvettek téged a média kommunikáció szakra, és mivel hogy ezt a DJI-t nagyon-nagyon imádod és nagyon szeretsz vele kamerázni, ami éppen a kezemben van, úgyhogy tervezgettél egy saját kis vlog csatornát, ilyesmit, te
természetesen, ha van most kedved, vagy van lehetőséged rá, akkor bármikor megcsinálhatod, mert van egy saját bejáratú kis DJ Osmo Pocket 3-at le a kalappal. Úgyhogy kicsinálj, fogad szeretettel, ezt kapod azért, hogy sikerült a kis vizsgád a suliba. Bonts ki, van benne minden, pótaksi, mindenféle dolog. Oj, oda néz, hogy fogja szeretni majd a jó kis felvételeket, kérem szépen. Jaj, de jó lesz. Ezt majd én lehúzom. Jaj, de jó lesz. Bármikor ott van lehet nálad, ez egy ilyen kis tatyóba van benne, és nagyon jó a mikrofon, minden, úgyhogy minden vlogra képes leszel rá. És hát gratulálok, hogy a nyomdokaimba léptél, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretlek, kislányom. Jön a Bence, aztán lesz majd egy össznépi eligazítás, majd gyere ki, légy szíves. Szerci. Hogy áll a Twitch fiókon? Készen van, a Steve Talks az sajnos foglalt volt. Nem mondod. Hát tesó, Steve meg Talks, gondoltad, a Twitch nem most jött létre. Hát mondjuk az is igaz, van neked túl sokkal érdekel. Silló Steve Talks lett. Na, az viszont nagyon. Gyere. Úgyhogy az lett. Hát ez figyelj, ez így bravúros. Most te költözöl el, légy szíves a bábút a szobádból vedd, köztesd le, arcom ezeket szedd le róla, mert hogy érkezik rá a Real Madrid mez, várhatóan Mbappéval, úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz. Viszont pár szót szeretnék mondani, Bence itt a felvigyázó, ő lett gyakorlatilag a baby chase, ő fog vinni, hozni mindenhova benneteket. Ő így hívja, hogy főnök igazából, tehát hogy ez most egy ilyen... Amik én rabszolgának hívnám. Én egy dolgot szeretnék leszögezni. Nyilván azon kívül, hogy a ház ne égjen le, ne rúgjátok ki a házfalát, nem tudom, stb. Ez egy dolog. De az, hogy itthon csak angolul lehet beszélni. Van-e valakinek valami ellenvetése? E felől? Igen. Hey bro, you know, légy szíves Bence, szóljál pár szót. Hogy képzeled el egyébként ezt a 10 napot, ami rá fog hárulni az elkövetkező időben? Na gyerekek! Én mondtam a papcák, hogy nekem egy fontos dolog van, de az tényleg az prioritás, hogy minden reggel szépen felkeltek, elmegyek az iskolában. Egyébként, hogyha ez megvan, most rögöghetsz, de hogyha meg ez nincs. Laurában nem lesz baj. Velem nem lesz baj. Jó, de akkor Laura csinál, amit akar, Mori meg majd jutom a szobájába. Ne röhögj, tényleg hiába röhögsz. Figyelj, ez ahhoz, hogy ő föl tudjon kelni időben, ahhoz 10-kor be kell rúgni az ágyába. Beledurrantok. Jó, reggel viszont nekem egy kiketésem van, jó? Ezt hagyd mondjam. Mihez? Minden reggel és este tejcét szeretnék az ágyamba. Anyuka ezt már bekészítette, a szívószálak is ott vannak. Bence elkapta ezzel kapcsolatos ajánlásokat, úgyhogy tudjuk, epres szívószálas tejci, nem nagyon forróra megmelegítve a tejci, ezt tudjuk. Tehát légy szíves, vedd egy kicsit komolyra a figurát, mert Bencére nagyon-nagyon sok dolg árul, rengeteget kell mennie, hoznia, vinnie, stb. Hogy lehetőleg ne úgy hívjon fel engem, hogy van egy kis gond, mert akkor irgalmatlan zapos lesz. Jó? Ide köszönöm már kell a fáhívőnek. Te is tudod, fel fogsz kelni időben, Orr, mert neked is fontos az egyébként, hogy elmehessél Fatikához. Ez egy sok játszma lesz, gyerekek. I got the damage, bro. Figyelj, hallod fiam, tényleg vedd komolyra dolgokat. Hallod, Laucika, vigyázz a bátyádra, légy szíves, meg a fiúkra, mert figyelj, ebből nagyon nagy gond ez. Hova visszük a Bencét viszont, hogyha ezt jól lehozza? Járd a szigetekre. Nem. Dubaj. Hova visszük, úgyhogy barátom, nem akartam előni a poént előre, csak azért kapja kis kedvet. Remond foglalva a repülőjegy 4 éjszakára, Dubaj, felhőkarcoló között a legkomolyabb szintet. Úgyhogy már csak le kell hozzátok ezt az egészet. Úgyhogy mindig is tudom, hogy nagy vágyad volt, ezért amiért ilyen jó fej voltál, jönni fogsz velünk, úgyhogy hadd szóljon a rendben. Aha, értem is én. Te nem jössz. Te menj suliban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 5 óra 52, készülnek már itt a finomságok reggelire, hát ez egy csodás nap lesz, már most látom. Estém az úgy nézett ki gyakorlatilag, hogy Norbi kitalálta, hogy ő még horroros játékot fog játszani. A gyerek nyilván minden 1/5 percben ordított, úgyhogy ez nagyon nehéz volt ott az elalvás, úgyhogy mondtam neki, kétszer beletem hozzá, hogy most már ideje lenne ledőlni. Most itt a Laura az ébresztője azt szólt, 5 óra 30-kor, vagy nem is tudom. Én minden egyes alkalommal fölébredtem rá, ő kevésbé, de nem mondom, hogy szépen összeszokunk. Jó reggelt, Nimi Nomi Delek! Nézd, meghoztam a Big Bossnak a kis tejcijét.
Jó reggelt, bro. Egészségedre. Szevasz, kis csávó. Mondtassé, hogyha nem lenne hurrikán, még talán jól is néznék ki. Így is jól nézek. De hogy nézek neki? Most érszem suliba, semmi energiám nincsen. Hát itt egy ilyen jó kis fuvaros, mint a Bence, ugyebár. A pótpapca. A pótpapca igazából itt van. Lau megkért, hogy szaladjunk el a DM-be, mert kell neki sampon meg balzsam. Sampon? Sampon meg balzsam. Átküldt, hogy mit kell venni. Értem. Azért el kell menni. Jól van, akkor elmegyünk azért. Majd legyen! Aj, hajam, majd legyen! Figyú Málau, kérdés, hogy mi legyen a vacsi? Ő? Nem tudom, hát kérdezzük meg a... Ja, hogy itt a kis csávó. Normi? Hát az a probléma, hogy... Elaludt. Nagyszerű. Segíre. Ne a fejére. Na jó reggel, csávó. A kelés van. Megnem Én azt mondom, a seggedre csapjon. Kérdés, hogy mi legyen a kaja. Én valami csirkemerre gondoltam volna, de hogy hamburgert akkor legyen ez. Akkor legyen hamburger? Jó, ahhoz el kell menjek bevásárolni. Jó, akkor jövök mindjárt. Jó. Jó, köszi Bence. Köszi Bence. Benn maradt itt a kamera. Annyit akartam neked mondani, ha már így itt van a kamera mit is. Akarsz? Mivel akarsz megint megfűzni le? Azt akartam mondani, hogy mit szólnál ahhoz? Gondolom, te sem akarod azt, hogy a Bence egész héten itt legyen, vagy nem tudom. Igazából ki kéne idegelni egy kicsit, én erre gondoltam. Idegelni? Mit, hát igen, mit szólnál hozzá? Nézd, de nem, ez egy prank, érted? És ő nagyon ritkán van megprankelve, most ő van itthon, mit szólsz hozzá? És van valami ötleted? Mivel hát, akarod megprankelni? Ezt most mondanám, csak közbe vágsz. Szóval az lenne az ötletem. Mi lenne, hogyha összeírnek egy ilyen hosszú listát, ráírnánk a napi teendőit, amiket apa is, meg anya is szokott csinálni, tudod, takarítás, akkor fel kell menni a céghez, meg ilyenek. Kíváncsi vagyok, hogy hogy bírná. Mit szólsz hozzá? Ez így tökéletes, írj össze dolgokat, hogy akkor miket kéne neki mondani, meg és mivel akarod kikészíteni. Jó. Nem is lenne egy kérdésem. Na. Miért fikás a megbukod? Mi van? Hogy szereti csinálni a kaját? Te tiétek már kész is van, meg kéne hát, mindegy, jó, megesszük. Csak előtte. Igen. Megmutatom neked a holnapi teendőket. Itt van összeírva. Össze tessék. Kellett írni? Összeírtam. Hát ezt összeírtam, mert nem jegyzed meg szerintem fejből. Jézusom. 5:30-kor kelés. Igen. 6 óra elmenni kajáért. 7:50 Normi suliba vinni. 8:30 jön a Geri vágni. 11 Márobi. El kell hozni egy öltőt. De várj, 8:30, 11. 13:00 Lau hazaér. Addig bevásárlás. Hát ez tényleg így lesz utána. Normit felvinni az arénába mozizni, de utána meg kell várnod őket és hazahozni őket. Kétszer menjek fel Pestre? Hát muszáj lesz, mert nem akarnak vonatozni. Na, Lau, most marad Bencének a holnapi teendőket? Aha. Hogy nézel ki? Hát tudod, hogy csak így nézek ki. Őket aztán sietni kell haza, vacsit csinálni. Mert akkor meg én leszek éhes. Na, hát igen. 20:00 Lau megy a barátnőihez. 22:00 körül hazahozni. Azt kitaláltátok? Hát ezt szoktak csinálni a anyáik. Ezt hozzá kell szokni. Papcának egy átlagos napja? Hát meg anyának. Szokták volna, hogy finkbeni nem lesz időm. De hogy is nem. Kiszállt gyors. Ez amúgy katasztrófa. És ez egy péntek. Ez egy péntek. Ez egy péntek. Este korábban lefeküdni. Hát igen. Tesó miattod nem tudtam elaludni. Fél óránként arra kell... Azért nem horrorjátékokkal játszok. És ez nem azért égiben megy. Tesó, és te még jobban beszaradtál. Bemegyek, tudod, füles rajta, full fekete, ezért a képernyőn is egy kis elemlápával megy a képernyő a játék. Ül így a gyerek, és egy székét így megrátottam. Na, én most végeztem a tanulással, és a Normi elment foci meccsre. Bence elvitte, aztán már egy ideig nem hallottam a hangját, kíváncsi, hogy mit csinál. Nem hinném, hogy olyan valami házi munkát, mert ahhoz elég halk. Úgyhogy most megnézem, mit csinál. Őszintén. Ez most komoly. Bence, hallod? Megéheztem, és nem csinálsz nekem valami szendvicset, mert nincs kedvem hozzá. De, mindjárt. Csinálsz? Mm. Nem baj? Mm. Jó. Jó, köszi, Bence. Na, hát minden éhes? De már elvitted az előbb. Nem, még nem jött haza, amúgy szerintem majd el kell menned érte. Nagyon jó. Jó, most őszintén. Nagyon fajn, hogy itt megcsinálja a kaját. Csak most egy kicsit megsajnáltam. Látom rajta, hogy nagyon álmos. Mondjuk tényleg ma is 5-kor kelt. Megértem, hogy kicsit kilépett a komfortzónájából. Aztán most kicsit bűntudatom van. Megszivattuk egész nap, meg
holnap is szól. Most lehet, hogy elmondom neki, hogy amúgy ez egész egy zivatás, mert aztán holnap lehet, hogy felmegy tényleg Pestre azért, mert mi gyászt mondtuk neki. Úgyhogy most visszamegyek, de azért megeszem a kaját, amit csinál. Amúgy, Bence, van valami mondani való. Holnap nem kell menned Pestre, egyszer se. Egész csak egy szivatás lett volna, csak most megsajnáltalak, hogy itt aludtál ezelőbb, aztán mondom, elmondom ennek, neked. Ennek örülök, amúgy. Nem a szivatásnak, hanem, de éhesnek éhes vagy amúgy? Hát amúgy csinálhatsz kaját, de... Már is úton a brigádodok iskolába, és most itt az idő, hogy elköszönjünk. Bencét tegnap jól beszivattuk, megsajnált a Lillantól, és úgy volt, hogy elmondja. Már szegény ki volt, el volt a kanapén. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, hogy tetszett. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Norvi voltam. Én pedig Laura. Ennyire rossz idő lesz hétfőjén. Maradjatok otthon, az grindoljatok Brawl Stars-ba. Csumi csumi. Sziasztok. Sziasztok. Bank accounts emptied out, I had to thug it out. Always had a way to make it work and find another route. If they don't credit me, I'm checking out. These raps are just the thoughts I always stress about. My only way to let them out. They compare me to Jack, compare me to Mac. I feel it, but just spare me, it's whack. I bear my soul.